Ha a filmek nagyon egyenletesen valamilyenek, ugye az is egyfajta monotóniára beáll, én szeretem, hogyha változatos a program, mert akkor azt jobban élvezi az ember. Nem csak zsűri, hanem mint néző szemmel nézzük. Az elsősorban akkor is néző az ember. Tehát én azt gondolom, hogy nem zsűri. Akkor, amikor már mérlegre teszem, akkor zsűritagként kell mérlegre tennem, tehát szakmailag, de először azért szoktam a jó élvezni is. De három film, tehát mondtam, egy kellemes délelőtt egyet, egy délután és egy este egyet, az egy normál ütem. Játékfilm hosszról beszélek, tehát mondjuk másfél-két órák közötti három etap. Annál többé nem tartom, őszintén megmondom, egészségesnek és jónak a később biekre nézve. Tehát itt nem az a döntő, hogy én elfáradok, hanem azok a filmek rosszul járnak, mert nem vagyok olyan toleráns, vagy nem vagyok olyan nyitott. Nyilván az, ami nagyon rossz film, ott az operatőri munka sem lehet annyira fantasztikusan kiváló, mert akkor nem tud annyira rossz lenni a film, valamennyire menti. Tehát ez egy összetett dolog. De hát itt tudomásul kell venni, hogy itt elsősorban mégis azt nézzük, hogy az adott anyag elmesélésének a miensége milyen. Én azt nézem, hogy a témához képest az elmesélés tud-e olyasmit hozzárakni, ami nem feltétlen a témája, tehát operatőri szemmel olyan beállítások, olyan hangulatokat teremt. A magyar film nagyon sokáig a színt, mint olyat nem nagyon, nem tudod vele mit kezdeni, és nyilván az életminősége is hozzátartozott. A fekete-fehér nem csak egy stílus ilyen értelme, hanem egyfajta az életre való, miközben én azt gondolom, hogy a fekete-fehér egy elvontabb nyelv, mint a színes, mert az nagyon közel van a natúrához, tehát eleve egyfajta narrativitás már az, hogy fekete-fehérbe forgatsz, hisz nem fekete-fehérbe látunk. Tehát az már egy elemelése a dolgoknak. De amikor már a színes film tulajdonképpen polgárjogot nyert, és meglett a maga nyelvisége, akkor már meg azt érezted, hogy a magyar filmben nem voltak túl... Tehát nézd egy spanyol filmet, egy Almodóvar, mennyire színes. Vagy nézd meg még az olaszokat, egy Fellini is mennyire színes, a szó vállaltan színes film. Most már az egész világ ezt elfogadta, csak nálunk ez lassabban ment, mert mondom, ez egy életszemléleti kérdés is, azt gondolom. Tehát nem lehet leválasztani, egy északiak másképp látnak, egy Bergman nagyon másképp látja, még a színt is, mint mondjuk egy Visconti, vagy mit tudom én, egy Antonioni. Tehát én hiszek abban, hogy igenis a helyszelleme, az mindenütt a világon működik. Ez a 14. Lajos halála, ez a maga kis kompaktsávák, a következetességében merész vállalkozás. Vagy például én a Laura Borálisnak nagyon szeretem a történetét. Az elmondásával már problémáim vannak, hogy van elmondva ott például a történet, de maga a történet az nagyon erős. Vagy ugye van a monoszkóp, ahol ugye semmi, csak egy kikötőben látjuk a hatalmas gépeket, de olyan, mint hogy életre kellene egy gép és egy állatvilág, egy evolúciós, a maga lassúságával az kisfilm. Van olyan film, a Mascarpone, ami egy érdekes technikával készült. Vannak színészvezetési gondjaim abban, de annyira érdekes például ott a technikai keveredés, meg az egész, amiről szól, többféle stílus és játék, hogy az például bejött nekem.